Ismét elhalasztotta a NASA a holdra szállást célul kitűző Artemis program első küldetését. Ezúttal üzemanyagszivárgást észleltek az amerikai űrkutatási hivatal valaha volt legerősebb hordozórakétájánál. A mérnökök szerint folyékony hidrogén szivárgott a majdnem 100 méter magas Space Launch Systemből. Az Artemis program célja, hogy 2025-ben, több mint 50 év szünet után ismét embert vigyen a holdra. Az első küldetésben még nem vesznek részt emberek, de az Orion űrhajó a tervek szerint megkerüli majd a holdat, és több mint másfél millió kilométeres út után a csendes óceánba hullik majd. Az űrkapszula feljezetén a Budapesti Energia Tudományi Kutatóközpont dózismérői is ott vannak. A kilövést jövő hétfőn próbálhatják meg újra, de nem biztos, hogy addig sikerül kijavítani a problémát.